Változott a jogszabály, már csak ez év végéig dolgozhatnak az önálló bírósági végrehajtók jogi végzettség nélkül. Közben életbe lépett az ingatlan árverésekre vonatkozó új szabályozás is. Öregedéskutatás Nyíregyházán pályázati támogatással mintegy 150 millió forintból gerontológiai kutatólaboratóriumot hoznak létre a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Magyar nyelv hete. A nyelvi minőséget jelentő változások felgyorsulnak, egyre nagyobb teret hódít a digitalizáció, és így a másodlagos írásbeliség is, ezt mondják a nyelvészek. Már csak ez év végéig dolgozhatnak az önálló bírósági végrehajtók jogi végzettség nélkül. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Jövőre egyetemi diplomához vagy megkezdett jogi tanulmányokhoz kötött lesz a tevékenység. Erre azért van szükség, mert több szakmai kifogás is felmerült a végrehajtásokkal kapcsolatban. Közben életbe lépett az ingatlan árverésekre vonatkozó új szabályozás is, miszerint becsérték alatt nem lehet ingatlant árverezni. A végrehajtási törvény módosítását két héttel ezelőtt hagyta jóvá a parlament. Ezzel a végrehajtásokat és az árverések körüli problémákat kívánták rendezni. Eszerint már nem lehet végrehajtás alatt álló ingatlanokat a becsérték 100%-a alatt árverésre bocsátani. Korábban az ingatlanokat a becsérték akár 70%-án is lehetett értékesíteni az árveréseken. Ez a pénzintézeteknek sem tetszett. Ezt változtatták meg 100%-ra, azaz piaci áron lehet csak árverést tartani. De nem ez az egyetlen változás, ami a végrehajtást és a bírósági végrehajtókat érinti, ugyanis jövőre egyetemi diplomához vagy megkezdett jogi tanulmányokhoz kötött lesz a végrehajtói tevékenység. 2017 év végéig valamennyi önálló bírósági végrehajtónak vagy jogi végzettséggel kell rendelkeznie, vagy igazolnia kell azt, hogy megkezdte jogi egyetemi tanulmányait. Ugye a szabályozás oka az volt, hogy mindenképpen szeretnék a szakmai színvonalat emelni az önálló bírósági végrehajtók, mert ezzel is elérvén azt, hogy az eljárások még szakszerűbbek és gyorsabbak legyenek. 2015-ben majdnem 1600 alkalommal emeltek panaszt az adósok a végrehajtók ellen. Tavaly is 1000 fölé emelkedett a hivatalos személyek magatartását szóvá tevő beadványok száma. Erről írtak a napilapok is. Mivel a végrehajtás egy bírósági döntést követő utólagos eljárás, annak jogi tisztaságával kapcsolatban a bíróságokon lehet tenni kifogást, hívta fel a figyelmet Toma Attila 35 perc című műsorunkban. Alapvető, hogy egy végrehajtás meginduljon, az, hogy legyen valamilyen végrehajtható határozat. Ez lehet ítélet, lehet közjegyzői jogirat. Az a lényeg, hogy legyen egy jogerősen végrehajtható döntés. Jogerősnek kell lenni, valamilyen marasztalást kell, hogy ezt tartalmazzon, és ami nagyon fontos, hogy a végrehajtási határidő még ne teljen el. Tehát ha akármilyen ítéletben az van, hogy nekem a tartozás megfizetésére van 3 évem, akkor 2 éven belül nem feltétlenül lehet megindítani a végrehajtási eljárást. Végrehajtási kifogás a végrehajtók valamilyen intézkedésével, vagy annak elmulasztásával lehetnek kapcsolatosak, tette hozzá a szóvivő. A legtöbb végrehajtás 2008-ban volt a devizahiteles perek kapcsán, az ügyek száma és az ügy érték is a csúcson járt. A pereket a magánszemélyekkel szemben a bankok kezdeményezték. Manapság a végrehajtások csupán 10%-a pénzintézeti. A legtöbb végrehajtás a közüzemi adóssággal, parkolási büntetésből felhalmozott tartozásból adódó követelés. Nem mindennapi eseménynek lehettek tanulja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők. Egy vasúti szállítmány haladt keresztül ma a térségen, amely amerikai harckocsikat és különböző katonai járműveket szállított. Információink szerint a szerelvény a déli határ felé tart. Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a Magyar Honvédséget, a sajtóosztály azt közölte, a honvédség nem szállítmányozott haditechnikai eszközöket vasúton. Pályázati támogatással mintegy 150 millió forintból gerontológiai kutatólaboratóriumot hoznak létre a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Az ország egyetlen ilyen laborjában az öregedés folyamatait kutatják majd. A tudósok arra szeretnének választ kapni, hogy mely tényezők vannak hatással a DNS állományra, ezek pedig lassítják-e vagy éppen gyorsítják az öregedést. Kevesen gondolnak bele, de tudományos szempontból az öregedés valójában már a fogantatás pillanatában elkezdődik.
Megállítani nem lehet ezt a folyamatot, egészséges táplálkozással és a fizikai aktivitás fenntartásával viszont le lehet lassítani testünk öregedését. A magyar nők várható élettartama 79,5 év, a férfiak alig több mint 72 évre számíthatnak, a legtöbb embert azonban élete második felében már betegségek kínozzák. A szakember szerint nem törvényszerű, hogy ez így legyen, ezért fontosak az öregedéssel kapcsolatos kutatások. Lehet alapkutatásokat végezni, ami azt jelenti, hogy tanulmányozzuk, hogy hogyan folyik maga az öregedés folyamat, tehát csak egyszerűen leíró jellegű kutatás, hogy mi történik. Illetve lehet azt is vizsgálni, és ez már inkább egy kicsit ilyen alkalmazott kutatás jellegű, mint amit mi is fogunk folytatni, hogy milyen hatások mit váltanak ki. Például arra gondolok, hogy a táplálkozás, különböző táplálkozási rezsimek különböző formában, illetve maga a fizikai aktivitás, annak is különböző formái, milyen következményekkel járnak, és az hogyan befolyásolja magát az öregedést. A Debreceni Egyetem egy pályázat keretében 150 millió forintot nyert el a labor kialakítására, valamint a kutatáshoz szükséges műszerek megvásárlására. A berendezéseket például a betegségek diagnosztizálására lehet majd használni, de el tudják majd végezni bizonyos sejtalkotók mennyiségi és minőségi, illetve molekuláris vizsgálatát is. A nagyértékű műszerünk az olyan típusú, amely egyelőre Magyarországon még sehol nem található meg, tehát teljesen unikális, és ezért nem csak mi fogunk rajta kutatni nyilvánvalóan, hanem együttműködésben esetleg az egyetemről más intézetek, illetve Magyarországon belül más egyetemek is használhatják a műszerünket. A berendezések az év második felére, de legkésőbb év végéig megérkeznek a Nyíregyházi Egészségügyi Karra, ezután vehetik birtokba az öregedés folyamatát kutató labort a szakemberek. A Magyarország rendelkezésére álló mintegy 12 ezer milliárd forint uniós fejlesztési keret 85%-ára már közzétették a pályázati felhívásokat, jelentette ki Petneházy Attila, fideszes országgyűlési képviselő mai nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A politikus elmondta, csak 2016-ban ebből a keretösszegből 2000 milliárd forintot ki is fizettek a fejlesztésekre, és 4000 milliárd forintnyi szerződést meg is kötöttek tavaly. Az uniós pénzeket maradéktalanul ki kell használni, tette hozzá a képviselő, mert szerinte bizonytalan a 2020 utáni uniós támogatási politika. Elhangzott, a jelenlegi rendszerben meg kell erősíteni a magyar gazdaságot. Az egész biztos, hogy úgy kell készülni, hogy a magyar gazdaságnak felvértezve kell abba az időszakba eljutnia, és olyan gazdasági tényezőkkel és olyan vállalkozásokkal kell ezt megtennie, amelyek önmagukban is versenyképesek, támogatások nélkül is. Hát ez segíti a minél gyorsabb uniós támogatások feldolgozása, kifizetése. Az MSZP szerint be kell szüntetni a közműszolgáltatók auditálását végző társaság működését, jelentette ki a párt megyei elnöke pénteki sajtótájékoztatóján. Veres János elmondta, a Hungárt Kft. Évente 600 millió forintot szed be a közműszolgáltatóktól azzal, hogy helyettük látja el a számlázási feladatokat. Az ellenzéki politikus szerint ezt az összeget a társaság a fogyasztók zsebéből húzza ki, teljesen értelmetlenül és feleslegesen. Ezért az MSZP törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűléshez, hogy azonnal szüntesse meg a Hungárt Kft. Tevékenységét. Ezzel mesterségesen drágítják meg a közszolgáltatást valamennyi szektorban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében székhelyen rendelkező cégek közül kettőt érintett ez az elmúlt egy évben több mint 13 millió forint olyan többletköltséggel, amelyet nem kellett volna kifizetni, hiszen eddig is tudtak számlázni, eddig is tudták az, hogy mit kell csinálniuk. Ez egy fölöslegesen rájuk rótt teher volt, ennyivel olcsóban adhatták volna a vizet a lakosságnak. Áron alul értékesít ingatlanokat az állam Nyíregyházán is, mondta az Együtt tájékoztatóján a párt választmányának elnöke. Szigetvári Viktor szerint az állami vagyont egyszerűen elkútyavetyélik, a magánkézbe juttatott ingatlanokat kormányváltás után vissza kell szerezni. A tájékoztatón elhangzott, a Szabolcsi megyeszékhely egyik emblematikus épületét, a régi MSZMP székházat jóval piaci érték alatt mintegy 140 millió forintért adták el.
milyen áron alul tisztázatlan vállalkozóknak adta el egy állami, a fejlesztési bankhoz tartozó cég. Az együtt szerint ez egy olyan hiba, amelyben akár az önkormányzati tulajdonba át lehetett volna ezt sorolni, vagy akár tényleg piaci áron el lehetett volna adni, hiszen az köztudomás, hogy az épület maga az jelentős részben ki van bérelve, tehát nem egy nagy üzleti kockázatot jelentő tranzakcióról van szó. 140 millió forintért pedig akár Sóston, akár itt néhány utcára egy kisebb társasházat azért meg lehet vásárolni. Ennek legalább 500 millió forint minimum az értéke. A nyelvi minőséget jelentő változások felgyorsulnak, egyre nagyobb teret hódít a digitalizáció és így a másodlagos írásbeliség. Erről is szóltak a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Jurányi Lajos Egyesületének nyíregyházi előadásán. Az 51. Magyar Nyelv Hete alkalmából Balázs Géza és Minya Károly nyelvészek felváltva úgynevezett tandem előadásban szóltak az internet és informatika nyelvre gyakorolt hatásairól. A nyelv folyamatosan változik, ám nem minden esetben fejlődik, vélik a nyelvészek. Minya Károly és Balázs Géza tandem előadásán az is elhangzott, a kommunikáció forradalmai közé sorolják a beszéd, majd az írás megjelenését, a könyvnyomtatást, a médiatér hódítását és végül a digitalizációt. Előadásuk címe a Nyelvművelés 3.0 lett. Mint minden szakmának megvan a digitális változata, ugye a nyelvművelésnek is. Volt egy egyes, ez volt a hagyományos, volt egy kettes, ez volt a hagyományos megújító, én úgy mondom, a nyelvstratégia. Most pedig a digitális térben megjelenő nyelvművelési kísérletek, próbálkozások és hát hasznos cselekedetek, ez a nyelvművelés 3.0. Az elmúlt években a mobiltelefonok, a számítógép és internet használatával egyre nagyobb teret kap a másodlagos írásbeliség. Ez a forma és korszak azonban nem csak a nyelvet változtatja, hanem valószínűleg a kultúrát is, hangzott el az előadáson. Létrejön a szlenges írásmód, lerövidülnek a szavak, ezeket elsősorban a fiatalok használják, ezért szólt elsősorban nekik az előadás. Az internetes kommunikáció elsősorban a fiatalok kommunikációja, és ez tele van rövidítéssel, illetve különböző egyéni szavaknak a használatával. Na most az utóbbiról azt el kell mondani, hogy ha egyéni a kifejezés, akkor ahhoz szövegkörnyezet kell, hogy megértsük, illetve nem feltétlen való egy hivatalos írásműbe. Tehát el kell választatnunk velük, hogy ez most egy magánkommunikáció, vagy pedig az érettségi dolgozat. A szó rövidítéseket illetően pedig szintén ez a helyzet, hogy nem feltétlen felel meg egy érettségi dolgozatban az, hogy VOK. Minden esetre ez az előadás, ami ma következik, azt mutatja be, hogy hogyan lehet áldásként használni az internetet, tehát milyen oldalak segítenek bennünket a helyes írásban és a helyes nyelvhasználatban, és ebben elsősorban a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda honlapjára fogom fölhívni a figyelmet. Az előadáson elhangzott, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodának van egy szómagyarító oldala is, ott több mint 10 000 magyarítás található. A pendrive-ra például több mint 100 magyarítás van, többek között zsebmeghajtó, dugacs és eszemtokja. A Főfőnök című végjáték premierje lesz szombaton a Kródi Kamara színpadon. A darabról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 5 gólos vereséget szenvedett Székesfehérváron a kisvárdai női kézilabda csapat. Bár a vendégek egészen a hajráig vezettek, az utolsó percek a hazaiaknak sikerültek jobban, így az Albafehérvár 28-23-ra megnyerte a találkozót. Nagykörösen zárja az alapszakaszt a Nyíregyháza Blue Sharks. A tabellán jelenleg 3. helyen álló kék cápák győzelmük esetén előreléphetnek a 2. helyre. A Főfőnök című végjáték premierje lesz szombaton a Kródi Kamara színpadon. Lars von Trier dán alkotó filmjéből készült produkció fő szerepeit Horváth László Attila és Gulácsi Tamás alakítják. Az előadás rendezője Koltai M. Gábor. Végre itt van a Főfőnök! Pedig a hadöreg! Gondolom, nem kell őket bemutatnom. Egy informatikai cég irodájában vagyunk, ahol a főfőnök kitalálja, hogy a kellemetlen intézkedéseket egy távoli, soha nem látott csúcsigazgatóra, a főfőnökre keni. Így meg tudja őrizni alkalmazottai szeretetét.
Egy nap azonban a főfőnöknek személyesen is meg kell jelenni az irodában, és ebből számos bonyodalom keletkezik. Lars von Trier, dán rendező 2006-ban forgatott filmje, amelyből az előadás született, több hazai színpadon is sikert aratott már. Az a tény, hogy az alkotók filmes forgatókönyvből dolgoztak, a rendező szerint bonyolultabbá tette a próba folyamatot. Akármennyire is próbálja az ember színházra adaptálni, ez meg fogja őrizni a filmes jellegét, ami ugye egyrészt azzal jár, hogy snittekben, tehát sok pici rövid jelenetből, meg sok helyszínváltásból, ami tulajdonképpen nagyon komoly praktikus nehézségeket okoz, hogy az aztán igazán olajozottan és finoman működjön a végére, illetve az is érdekes, hogy bizonyos egyetemben filmszínészetre van írva, tehát egy másfajta színészetre van írva, és az is egy külön munka, hogy az ember megtalálja, vagy megérezze azt, hogy ezek a mondatok, amik egy minimálabb színészetre vannak írva, hogy a fognak plasztikusra megszólalni a színpadon. Christophert, a főfőnököt, aki valójában egy munkanélküli színész, Horváth László Attila alakítja. Egy nagyképű állástalan színész, aki munkához jutott. Hőskorában ő egy, hogy mondjak, egy alternatív workshopos, stb. Világ megváltó új színház csinálásával foglalkozott, de valahogy nem jött be neki, és akkor most, hogy mondja, nézzük, látni fogja, hogy kapott egy feladatot a dologba, és hát ehhez képest nyúl hozzá természetesen a dolgokhoz. A szórakoztató előadásban társadalmunk szinte minden jellegzetes típusa megjelenik, erősen görbetükörben. Öt gólos vereséget szenvedett Székesfehérváron a kisvárdai női kézilabda csapat. Bár a vendégek egészen a hajráig vezettek, az utolsó percek a hazaiaknak sikerültek jobban, így az Albafehérvár 28-23-ra megnyerte a találkozót. A kisvárda az NB1 következő fordulójában a Siófokot fogadja. A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, de a kisvárda 8-8-nál utolérte ellenfelét. A folytatásban átvették a vezetést a vendégek, a szünetre két gólos kisvárdai előnél vonultak le a csapatok. A folytatásban nőtt a két csapat közötti különbség, a 40. percben már 5-tel ment a Rosa és Gedrit által vezérelt vendégcsapat. Aztán fogyni kezdett az előny, de még 8 perccel a meccs vége előtt is vezetett a kisvárda. A hajrá azonban a fehérvárjaké volt, zsinórban 6 gólt szerzett a házigazda, amely így 5 gólos hátrányból fordítva 5 góllal megnyerte a mérkőzést. Mindenképpen a védekezés, illetve Sipeki Flórának kiváló teljesítménye kellett ahhoz, hogy meg tudjuk fordítani a mérkőzést. Ez nagyon hullámzó volt, tehát jól kezdtük és jól fejeztük be, ez mindenképpen egy pozitív dolog, és hát azt gondolom, hogy azok után, ahogy mindenképpen szeretünk volna javítani a renoménkon is, és hogy ez a csapat ezt tényleg megmutassa azt, hogy egy ilyen komoly ellenfél ellen, azon ez a kisvárda a hátsó régiójában van a tabellának, de nagyon-nagyon sokat erősödött, hiszen 4 játékost igazoltak decemberben, és ezért egy nagyon komoly játékerőt képviselnek, nem gondolom, hogy ők bármikor is a kieső zónában maradnának. Úgyhogy ez egy komoly győzelem volt, és ez nagyon-nagyon értékes 2 pont. A vendégek edzője, Dévényi János érthetően sajnálta, hogy 5 gólos vezetés után sem tudtak pontot szerezni Székesfehérváron. Hiányzott az Hanna itt a rengott a 3-as pozícióból, sajnos tegnap előtt becsipődött a gerince, azért egy nagyobb stabilitást adott a védekezésünknek, pont jó lett volna Vandelier megférkezésére, ő is egy 1.85-ös, 1.86-os norvég lány, aki kimondott védekező specialistánk. De ennek ellenére a meccs a kezünkben volt, én úgy gondolom, és sorsdöntő szituációkba hibáztunk nagyokat. Tehát akár a végén veszem, elindítottuk teljesen, még volt hátra 3,5 perc, volt közte 2 vagy 3 indítás, elmegy vakon, tehát rossz helyre megy az indítás, amiből csak tényleg könnyű volt tudunk meglőni, illetve könnyű volt nem is lőttünk azt a másik fél időbe. Ez volt a legnagyobb problémánk. A forduló további eredményei a következők: Érd, Debrecen 23-19, Ferencváros, Mosonmagyaróvár 34-20, Siófok, Vác 29-35, Győr, Békés Csaba 33-16, Budaörs, Dunaújváros 25-33 és Kispest, MTK Budapest 21-30. A tabella élén a Győr áll 37 ponttal megelőzve a 31 pontos Ferencvárost. A 10 pontjával 11. helyen álló Kisvárda a következő fordulóban a Siófokot fogadja. Nagykőrösen zárja az alapszakaszt a Nyíregyháza Blue Sharks. A tabellán jelenleg 3. helyen álló kék cápák győzelmük esetén előreléphetnek a 2. helyre. Igaz, ehhez az is kell, hogy a Hódmezővásárhely hazai pályán legyőzze a Miskolcot.
Alapesetben az alapszakasz utolsó fordulójában már egy ismerős ellenféllel találkozik egy csapat, a Nyíregyháza Blue Sharks azonban ismeretlen riválishoz utazik szombaton. A két együttes elsőkörös találkozója ugyanis elmaradt, mivel a nagykörösi solymok a mérkőzés napján jelezték, hogy nem utaznak el Nyíregyházára. A szövetség a hazaiak javára ítélte meg a meccs két pontját, és megbüntette a körösieket. Ez szült némi feszültséget a solymoknál, így a kékcápák minden bizonnyal egy alaposan feltüzelt ellenféllel találják szemben magukat szombaton. Természetesen a győzelemért megyünk, hiszen abban az esetben, ha győzünk, akkor még van esélyünk a második helyre. Ehhez természetesen a MEAVS-nak is meg kell botlani a Hódmezővásárhelyen, de úgy gondolom, hogy a Hódmezővásárhelyi jó csapat ezt a múlt héten bizonyította itt nálunk is, és hazai pályán mindenféleképpen veszélyes lehet a MEAVS-ra. A nagykörösi mérkőzésre ugye egy kicsit speciálisabban kell készülni, pontosan ezen okoknál fogva, ami történt az első találkozóval kapcsolatosan. Ők úgy gondolják, hogy a mi hibánkból hiúsult meg az a bizonyos mérkőzés, de gondolom, hogy bizonyítani szeretnék ezért is, hogy ők jó csapat, és hogy veszélyesek ránk, de természetesen mi azt szeretnénk bebizonyítani, hogy ez nem így van. A tabellát tekintve a harmadik helyen álló nyíregyháziak a mérkőzés esélyesei a hetedik helyezett nagykörössel szemben. Ráadásul a kékcápák az utolsó 8 bajnoki meccsüket megnyerték, legutóbb hosszabbítás után verték a Hódmezővásárhelyt Nagy Krisztiánék. Ez növeli a játékosok önbizalmát, és én úgy érzem, hogy nem csak az önbizalmunkat növelte, hanem a csapatnak az összhangját is. Nagyon jó a kémia most a játékosok között, úgy érzem, hogy összeért a csapat, és mindenki megtalálta a helyét. Természetesen egy ilyen széria csak jót hozhat ki a csapatból, úgyhogy remélem, hogy nyerni fogunk nagykörösen. Az alapszakasz zárófordulójának további párosítása a következő: Debrecen Békés, Salgótarján MAVSZ 2, Eger Tiszaújváros, Budapesti Honvéd Óbudai Kaszások és Hódmezővásárhely Miskolc. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Már csak ez év végéig dolgozhatnak az önálló bírósági végrehajtók jogi végzettség nélkül. Jövőre egyetemi diplomához vagy megkezdett jogi tanulmányokhoz kötött lesz a tevékenység. Erre azért van szükség, mert több szakmai kifogás is felmerült a végrehajtásokkal kapcsolatban. Közben életbe lépett az ingatlan árverésekre vonatkozó új szabályozás is, miszerint becsérték alatt nem lehet ingatlant árverezni. Pályázati támogatással mintegy 150 millió forintból gerontológiai kutatólaboratóriumot hoznak létre a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Az ország egyetlen ilyen laborjában az öregedés folyamatait kutatják majd. A tudósok arra szeretnének választ kapni, hogy mely tényezők vannak hatással a DNS állományra, ezek pedig lassítják-e vagy éppen gyorsítják az öregedést. A nyelvi minőséget jelentő változások felgyorsulnak, egyre nagyobb teret hódít a digitalizáció és így a másodlagos írásbeliség. Erről is szóltak a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Jurányi Lajos Egyesületének nyíregyházi előadásán. Az 51. Magyar Nyelv Hete alkalmából Balázs Géza és Minya Károly nyelvészek felváltva úgynevezett tandem előadásban szóltak az internet és informatika nyelvre gyakorolt hatásairól. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 31-én pénteken. Friss hírekkel hétfő este jelentkezünk, híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, észak felől jobbára száraz meleg levegő érkezik fölénk, az éjjel túlnyomóan derült idő várható, csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap és hétfőn túlnyomóan napos, száraz időre van kilátás, folytatódik a szokatlanul meleg idő, enyhék lesznek az éjszakák és a csúcshőmérséklet helyenként a 25 fokot is elérheti. A folytatásban már barátságtalanabb időnk lesz, több hullámban éri el hazánkat hideg, nedves levegő, gyakran lesz felhős az ég és több alkalommal várható eső, zápor. A jövő hét végére jelentősen visszaesik a hőmérséklet, éjszaka néhol talajmenti fagyra, délután csupán 10-15 fokra számíthatunk.